Tegnap sok hír érkezett Harki irányából. Itt az ukrán erők kiterjedt csapás sorozatot indítottak az orosz erők koncentrációi ellen, hogy megakadályozzák azok nagyobb méretű összevonását, ami aztán lehetővé tenni az oroszok számára egy Harki elleni offenzív művelet elindítását. Ez közvetlen válasz volt az orosz csapások megnövekedett intenzitására a régióban, valamint az orosz katonai struktúra gyanús átszervezésére. Először is az orosz védelmi minisztérium a közelmúltban egy új belgorodi irányt vezetett be a helyzet jelentéseibe. Másodszor az orosz védelmi minisztérium nemrégiben létrehozta az úgynevezett északi erők csoportját, amely pontosan ebben a régióban található. Ez is jelzi, hogy az oroszok fontolgatják a hárkivi offenzívát, és elindítják azt, ha az ukránok bármilyen gyengeséget mutatnak. Az első lépést az oroszok tették. Az elmúlt hetekben jelentősen fokozták a támadásokat, mind katonai, mind polgári célpontok ellen az egész régióban és magában Harkivban is, kihasználva az ukrán légvédelem súlyos helyzetét. A geolokalizált felvételek különböző ukrán célpontok elleni orosz csapásokat mutatnak. Az első videón két, Harkiv város területén található rakéta sorozatvető megsemmisítése látható. Mivel másodlagos robbanásokat is regisztráltak, a rakétavetők nyilvánvalóan harci üzemmódban voltak. Az oroszok öngyilkos drón támadásainak száma is jelentősen megnövekedett, ezen belül is különösen a láncszet rendszereket használóké. Több videón ukrán eszközöket, például tüzérségi eszközöket, és ami a legjelentősebb, egy szovjet eredetű ukrán P-18-as radarberendezést ért találatot is láthatunk. Az orosz támadások célja elsősorban az ukrán tüzérség erejének csökkentése volt, ezáltal nehezítve a határ közelében egy lehetséges jövőbeni csapatösszevonási hadmozdulatot. Az ukránok viszont szerűen válaszoltak és intenzív megelőző támadássorozatot indítottak orosz területen. Az ukránok jobb felderítési képességekkel rendelkeznek. Több térinformatikai videón láthatunk becsapódásokat különböző helyszíneken a határ orosz oldalán. Az első videón egy MTLB gyalogsági járbű mellett egy eldugott T-72-es harckocsi megsemmisítése is látható. A felvétel sorozat jól szemlélteti, hogy az ukrán hadsereg továbbra is elsősorban az FPV drónokra támaszkodik, ami a tüzérségi készletek kritikus helyzetét tekintve logikus jelenség. Azonban ahogyan a számos elemző is értékelte, az FPV drónok csak részleges és rövidtávú megoldást jelenthetnek, tekintettel a hatótávolságuk, a hasznos terhük és az elektronikus hadviselési rendszerek hatásai miatt meglévő különböző korlátaikra. A későbbi videókon egy orosz UAZ Bukánka mikrobusz, egy Pól 21 elektronikus hadviselési berendezés és egyéb katonai szállítójárművek, valamint egy Murom M megfigyelőrendszert ért találatot figyelhetünk meg. Végül az utolsó videó egy FPV drón becsapódását mutatja egy mozgásban lévő BM-27 Uragán rakéta sorozatvetőbe. A cenzúrázatlan videókat az anya oldalunk Telegram csatornáján tesszük közzé, ott megnézhetitek az összes vágatlant anyagot az előbbiekben felsorolt esetekről. Az ukrán erők által eltalált eszközök elemzése arra engedt következtetni, hogy a támadások célja elsősorban az erők koncentrációinak, logisztikai elemeknek és egyéb megfigyelő eszközöknek, például megfigyelő állásoknak a támadása volt, tehát az ukránok is a határ közelében lévő erők összpontosítását igyekeznek éppen aláásni. Az Institute for the Study of War elemzői a közelmúltban kijelentették, hogy a Harkiv vagy Sumi városára irányuló esetleges orosz offenzíva fenyegetése már most arra kényszeríti az ukrán parancsnokokat, hogy korlátozott erőforrásaik egy részét további védelmi erődítmények építésére éjszakra csoportosítsák át. Az elemzők kijelentették, hogy attól függetlenül, hogy akár sikeres, akár sikertelen lenne ez a feltételezett offenzíva, olyan feszült helyzetet okozhat, amely aztán jelentős hatással lenne a frontvonal más területeire. Az a tény, miszerint az oroszok a hadszintér egészére kiterjedő kezdeményezést értek el, lehetőséged ad nekik arra, hogy alkalmi offenzívákat hajthassanak végre a frontvonal szinte bármely területén. Végezetül az Institute for the Study of War hozzátette, hogy a lehetőség arra, hogy a nyugati segítség megérkezése előtt döntő offenzívát hajtsanak végre, rohamosan csökken. Ez azt jelenti, hogy a következő hetekben még megpróbálhatják kihasználni a helyzetet, hogy jelentős áttöréseket érjenek el a front különböző pontjain. Összességében a helyzet a Harkivi régióban és a fővárosban továbbra is nehéz. Az orosz erők az ukrán légvédelem lőszer hiányát kihasználva többféle célpontot támadtak, ugyanakkor prioritást adva az ukrán tüzérségi eszközöknek, ezzel is elősegítve azt, hogy csapataik a határ közelében felvonulhassanak. Az ukrán erők közben megpróbálták ritkítani az orosz hadműveleti és logisztikai eszközöket, a legjobb felderítő rendszereiket, FPV drónokkal támadva ezeket a célpontokat a teljes határszakasz mentén. Végezetül tekintettel a jelentések Ukrajnából csatorna testvércsatornái elleni folyamatos bottámadásokra, kérjük gondoljátok át munkánk támogatását a Patreonon keresztül. Mivel a YouTube nemrégiben leállított a csatornáink több mint felét, anyagilag nem támaszkodhatunk többé kizárólag a YouTube-ra. A jelentések Ukrajnából kis csapata teljes munkaidőben dolgozik azért, hogy ezeket a rendszeres taktikai frissítéseket el tudjuk juttatni hozzátok. A Patreonon keresztül nyújtott támogatásatok biztosítja számunkra a szükséges pénzügyi stabilitást ahhoz, hogy továbbra is elkészíthessük ezeket a jelentéseket. A Patreon tagságunkhoz vezető linket a leírásban és a bal felső sarokban látható Patreon oldalunkat mutató kisablakra kattintva érhetitek el. Köszönjük mindenkinek, hogy folyamatosan támogatja munkánkat!